It is a great joy for my wife Jeannie and I to be here with you in the church tonight. Nagy öröm számunkra és a feleségem Jeannie számára, hogy itt lehetünk veletek önökkel ma este. And we are always glad to come to a new church and meet and greet new people. Mindig nagy öröm találkozni egy új gyülekezettel, új emberekkel, új testvérekkel. We have fallen in love with the Hungarian people here of Romania. Úgymond beleszerettünk a magyar emberekbe itt Romániában, amikor eljöttünk ide. And we are thankful that God has put us together physically as well as spiritually. És örülünk annak, hogy adott az Úr kegyelmet arra, hogy most testben is együtt legyünk, ne csak lélekben, amúgy lélekben egyek vagyunk. Because you are treating us with the greatest hospitality. És köszönjük, hogy ilyen nagy szeretettel fogadtok. And we are eating a lot of the good Hungarian food. Lehetőségünk volt nagyon sok finom magyar ételt enni. And I think the Hungarian food is phenom. És a magyar étel az nagyon finom. It's good to see smiling faces. Jó látni mosolygó arcokat. God's plan for his people is that we can have joy in our life. Isten tervében benne van az, hogy nekünk az életben örömünk legyen. The Bible says that a merry heart doeth good like a medicine. Azt mondja az ige, hogy az öröm az olyan, mint egy jó orvosság. When we were traveling here tonight, we went past many pharmacies. Ma este, amikor jöttünk errefele, akkor elmentünk több gyógyszertár mellett is. It tells me that many people are sick and need medicine for their physical life. És arra gondoltunk, hogy sok olyan ember van, aki beteg, és akinek szüksége van gyógyszerre. But the word of God is medicine for our spiritual life. Az Úr igéje azonban orvosság a mi lelkünk számára. Because the word of God can take our sin-sick body and make it one that is whole in Jesus Christ. Mert Isten kezébe veheti a mi életünket, Jézus vére megmoshatja a mi beteg életünket, lelkünket, és fehérré tehet, tisztává tehet minket. And I trust that everyone here tonight has already invited Jesus Christ into your heart, into your life. És remélem, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk ma este, hívtuk már az Urat, hogy vegyen lakozást az életünkben. And if you have not, I hope and I pray that before you leave tonight, you will make that decision. És hogyha van valaki, aki még nem hívta, nem fogadta be az Urat, akkor remélem, hogy ez a ma este is, az ige hirdetés is segíteni fog neki, hogy úgy mehessen el, hogy befogadja az Urat a szívébe. I'm sure here in your town, just like in my town, there are many people that are lost without Jesus. Gondolom, hogy ezen a településen is, úgy ahogy ott, ahol én lakom, mi lakunk, ott is sok ember van, aki Isten nélkül él. And there are probably more lost people in your city than there are those that know Christ in their life. They know. Probably there are more people that do not know Jesus. Talán több az olyan személy, aki nem ismeri, nem fogadta be az Urat, mint ahányan befogadták, mint ahányan vele élnek. Tonight we have read about a man who is much like all the people that live around you and me. Egy olyan emberről olvastunk ma este az igében, aki hasonlít azokhoz az emberekhez, akik körülöttünk élnek. And the Bible tells us some important things about Zacchaeus. És az ige beszél néhány fontos dologról Zákeussal kapcsolatosan. First of all, he was a tax collector. Először is ő egy vámszedő volt. I'm not sure in Romania, but in America, a tax collector is not a very popular person. Nem tudom, hogy milyen a helyzet Romániában, de Amerikában a vámszedők, vámosok nem örvendenek nagy népszerűségnek. No one wants to be visited by a tax collector. No one wants a tax collector to come to their home. Senki nem akarja, hogy őt meglátogassa egy vámszedő. Because the tax collector is always taking our money. Egy adószedő, egy vámszedő mindig elveszi a pénzünket, úgyhogy ezért nem kívánatos személyek. In America, when a person receives their paycheck, their wage, one half of that wage goes to taxes.
Amerikában nagyon sokan, amikor megkapják a fizetésüket, akkor annak fele már el is ment az adósságokra. Nobody likes to pay taxes. Senki nem akar adósságot, adót fizetni. Senki nem szeret. Do the people here in Romania like to pay taxes? Szeretnek az itt élő emberek adót fizetni? No, of course. We work hard for our money. Persze, hogy nem. Mi keményen dolgozunk a pénzért. And we feel like those that take our money do not use it effectively. És arra gondolunk, hogy azok, akik elveszik, és azt mondják, használják a pénzünket, mégsem úgy használják, ahogyan azt kellene. So the tax collector does not have very many friends. Úgyhogy vámosoknak, adószedőknek nem sok barátjuk van. And Zacchaeus was just like this. És egy ilyen ember volt Zacchaeus. The Bible says he was rich. Azt mondja az ige, hogy ő gazdag volt. And the reason he was rich is because he took our money. És azért volt ő gazdag, mert elvette, úgymond a mi pénzünket, az emberek pénzünket. People that would earn money would have to give it to Zacchaeus. He accumulated a lot of money. Az emberek megkeresték a pénzt, Zacchaeus pedig begyűjtötte és jól elraktározta. But even though Zacchaeus had a lot of money, we learn in this story that Zacchaeus was not satisfied with what he had. És ha bár azt olvassuk, hogy Zacchaeusnak nagyon sok pénze volt, ő egy gazdag ember volt, mégis azt is olvassuk az igében, hogy nem volt neki ez elég, nem volt beteljesedve csak a gazdagsággal. It's a good time for us tonight to examine what we have and whether we are satisfied with what we have. És jó alkalom ez a mai este, hogy elgondolkodjunk mi is, megvizsgáljuk az életünket, mi az, amivel mi rendelkezünk, és mennyire vagyunk elégedettek, beteljesedettek. Many people in America have plenty of money. Nagyon sok ember Amerikában nagyon gazdag, tele van pénzzel. But they are never satisfied, they want more and more. És ezek az emberek nagyon sokszor mégsem elégedettek, még többet akarnak. And we all realize that we need Jesus in our life to overcome these wrong desires. És rá kell jönnünk nekünk embereknek, és mi hívő emberek rájöttünk arra, hogy nem elég a gazdagság, szükségünk van Jézus Krisztusra, erre a kincsre. So maybe we are more like Zacchaeus than we think we are. És lehet, hogy jobban hasonlítunk Zacchaeushoz, mint gondolnánk. Do you feel like you have enough to live your life? Úgy gondolod, hogy elégedett vagy, hogy elég van neked ahhoz, hogy élj? Are you satisfied with the home that you have? Elégedett vagy azzal, amit van, amivel rendelkezel? Are you satisfied with the money that you have? Elégedett vagy a pénzzel, amivel rendelkezel? The Bible tells us that we should be content to have Jesus in our heart. Azt mondja az ige, hogy mi meg kell elégedjünk, mi elégedettek kell legyünk Jézus Krisztussal, aki az életünkben van. Hopefully none of us tonight are seeking to become rich like Zacchaeus was. Reméljük, hogy senki nem olyan ma este, hogy gazdag akarjon lenni, és nem ez az elsőrendű törekvés, hogy gazdag legyen, mint Zacchaeus volt. And the Bible tells us that Zacchaeus was a small man. Az ige azt mondja, hogy Zacchaeus egy alacsony termetű ember volt. But there is one quality that Zacchaeus had that all of us have had at one time in our life. Van egy tulajdonság a Zacchaeusnak, ami mindannyiunkban ott van életünk folyamán. And the Bible tells us that Zacchaeus was a sinner. Azt is mondja az ige, ezzel kapcsolatosan azt mondja az ige, hogy ő bűnös volt. He did not know Christ as his Savior and Lord. Ő nem ismerte Jézus Krisztust, mint az ő személyes megváltóját. He had never invited Jesus to come into his life to forgive him of his sins. Soha nem hívta Jézust az életébe, hogy bocsássa meg az ő bűneit. He had never decided to turn away from stealing money from people and doing that which is right. Nem határozta el, hogy elfordul a gazdagságtól, és elhagyja azt, és fordul Jézus felé. He had never seen Jesus before. Ő azelőtt, ez a találkozás előtt még soha nem látta Jézust. But he had heard about Jesus. De hallott Jézusról. And when he heard about Jesus, he wanted to know more about Jesus.
És amikor hallott Jézusról, akart tudni még többet róla. It says he went out to see Jesus when he would pass by. Azt olvassuk, hogy ő kiment, amikor hallotta, hogy Jézus ott fog elmenni, ő kiment, hogy találkozzon vele, hogy lássa őt. And it says that he was so short that he could not see over the crowd just to see Jesus walking down the street. És azt mondja az ige, hogy olyan alacsony volt, hogy a tömegtől nem látta Jézus, nem láthatta Jézust. So he climbed a sycamore tree. És felmászott egy eperfára. In America, all of the children learned a song about Zacchaeus coming down from the sycamore tree. Amerikában a gyerekek vasárnapi iskolában tanulhatnak egy éneket, amely arról szól, hogy Zákeus jöjj le a fáról, gyere le a fáról. I remember as a young boy, I was always climbing up trees. Emlékszem, hogy amikor fiatal gyerek voltam, akkor mindig másztam a fára, szerettem fára mászni. My mother and father would come out, Gene, come down from this tree, immediately. És jött édesanyám, édesapám, és amikor meglátták, hogy már megint fára másztam, akkor mondták, hogy Gene, gyere már le a fáról. Maybe some of these young boys are also climbing trees. Lehet, hogy itt a fiatal emberek, a gyerekek szeretnek fára mászni hozzám hasonlóan. Can you picture this little man who is hated by everyone sitting up in a tree? El tudjátok képzelni, hogy ez az alacsony termetű ember, akinek nem nagyon vannak barátai, mindenki tartózkodik tőle, nem mondjam, hogy utálja őt, mégis felmászik egy fára, ott van egy fán, képzeljük el ezt a képet. Because he said, if I get in the tree, I will be able to see Jesus. Azt gondolta, hogy ha felmászok a fára, akkor láthatom Jézust. But what Zacchaeus did not know, de amit Zacchaeus nem tudott, is that before he saw Jesus, Jesus saw him. Hogy mielőtt meglátta volna Jézust, láthatta volna Jézust, Jézus meglátta őt, látta, tudott volna. He looked up in the tree. Felnézett Jézus a fára. And he called Zacchaeus by his name. És Zacchaeus nevén szólította. Zacchaeus, come down from this tree. Zacchaeus, gyere le a fáról. You see, Jesus knew something about coming down. Jézus tudott valamit erről a lejövetelről. Because Jesus had to come down from heaven to where we are. Mert Jézus lejött a mennyből oda, ahol mi vagyunk. He left the glory and the royalty of heaven to come to this earth. Ő elhagyta a menny királyságát és dicsőségét, hogy jöjjön erre a földre. And this was not a good move for Jesus. He left a place of joy and peace to come to a place where there's trouble. Mm-hmm. Ő eljött egy dicsőséges helyről, egy ilyen közönséges helyre. Mondhatnánk azt, hogy nem volt ez egy szerintünk logikus lépés részéről. Nem in heaven, normális, természetes. Szóval. In heaven, Jesus was a king. A mennyben Jézus király volt. In heaven, Jesus was sinless. A mennyben Jézus bűntelen volt. In heaven he sat at the right hand of the Father. Ott ült az Atya jobbján. But when he came down to earth, his role and identity changed. De amikor lejött a földre, akkor az ő státusz, a szerepe megváltozott. He became a servant. Szolgává lett. He became hated by all the people around him. Olyanná lett, akit gyűlöltek az emberek, a körülötte levők. And he had to give his life for those who hated him. És az életét adta azokért, akik gyűlölték őt. I'm not sure what Zacchaeus must have felt in his heart. Nem tudom pontosan, hogy mit érezhetett Zacchaeus a szívében. But I'm sure he felt like an outsider. Nobody cared for him. De úgy érezhette magát, valószínű, mint egy kívülálló. Senkit nem érdekel az ő sorsa. He knew that the people hated him for what he was doing. Ő tudta, hogy az emberek utálják őt, gyűlölik őt azért, mert ez a munkája. I'm sure he never thought that Jesus would call out his name. Soha nem gondolt arra, hogy Jézus a nevén fogja szólítani őt. And maybe you are here tonight and you feel like Zacchaeus. És lehet úgy vagy itt ma este, mint Zacchaeus, ugyanazt érzed a szívedben. Maybe you feel nobody cares for you. Lehet úgy érzed, hogy itt senkit nem érdekel a te sorsod, a te életed. Maybe you think you don't fit in with everybody around you.
Lehet úgy érzed, senki nem törődik vele, senki nem figyel rád. Maybe you think that everybody hates you. Lehet azt gondolod, hogy mindenki csak gyűlöl téged. But remember, Jesus knows your name as well. De ne feledd, Jézus tudja a te nevedet, mint az Zákeus. Even when Zacchaeus was not a believer and a follower of Jesus, Jesus knew his name. Már akkor, amikor, vagy még akkor, amikor Zákeus nem volt egy hívő, egy Krisztus követő, akkor Jézus tudta az ő nevét. For many years I was a wicked and an evil man. Évekig az előtt egész életében ő egy megáltalkodott gonosz ember volt. My life was wrapped up in many sinful things. Bocsánat, ezt ő magáról mondja, tehát hogy ő mielőtt megismerte volna az Urat, egy ilyen gonosz megáltalkodott ember volt, tele az élete bűnökkel. I was like Zacchaeus, I was ashamed of my life. Olyan voltam, mint Zákeus, szégyeltem az életemet. I felt guilty all the time in my heart for the wrong that I was doing. Mindig bűntudatot éreztem azokért a dolgokért, amiket tettem. I knew I didn't want to live a sinful life. Tudtam, hogy egy bűnnel teli életet élek. But it seemed like the devil had a chokehold on me in my life. De úgy éreztem, hogy a gonosz csapdájába kerültem, és nem szabadulhatok onnan, megkötözött engem. But then I remembered what I had heard when I was a little boy in church about Jesus. De emlékeztem arra, hogy mit hallottam Jézusról, amikor gyerekként, kisgyerekként a gyülekezetben voltam. I remembered that Jesus loved me. Emlékeztem arra, hogy Jézus szeret engem. Even when I was yet still a sinner, Jesus loved me. Akkor, amikor én még bűnös voltam, Jézus már akkor szeretett engem. And he knew my name. És ő tudta az én nevem. He knows your name. És tudja a te neved. Will you please say your name out loud? Mondanád mindenki, what kérem szépen a nevét hangosan, úgy félhangon. Mindenki mondja ki a nevét. Say it. Mondjátok. Jesus knows who you are. Jézus tudja, hogy ki vagy. He knows where you are. Tudja, hogy hol vagy. Maybe we are not in a sycamore tree. Lehet, nem egy eperfügefán vagyunk. But Jesus knows every step we take. De Jézus tud minden lépésünkről, ő tudja, hogy hol vagyunk, hol járunk. He knows everything we are thinking. Ő tudja, hogy mi mit gondolunk. Maybe he read Zacchaeus's mind. Lehet, hogy olvasta, úgymond tudta Zákeus gondolatait is. Because in all of us there is an understanding that we need something greater than who we are ourselves. Mindnyájunkban ott van az a tudat valahol mélyen, hogy szükségünk van valakire, valamire, nem boldogulunk mi magunk egyedül. And Jesus said to Zacchaeus exactly what he is saying to all the world. És Jézus ugyanazt mondta Zákeusnak, mint amit mondott mindenkinek, az egész világnak. Say, come unto me. Azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám. All of you that are burdened and heavy laden. Mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. That have allowed the sin of the world to press you down. Úgy érzed, hogy a bűnök terhe nyom. And he said, I will forgive you of your sin. Azt mondta Jézus, hogy én megszabadítalak ettől a tehertől, megbocsátom a bűnöket. And I will remove this heavy load of sin. És elveszem a bűnnek ezt a nagyon nehéz terhét. And I will give you rest for your soul. És megnyugvást adok a lelkednek, lelketeknek. He says that he will cleanse us of our sin. Ő azt mondta, hogy megtisztít minket a bűnöktől. And then he will give us direction for our life. És célt mutat ebben az életben. Because without the direction of Jesus, we are like Zacchaeus. Mert Jézus célmutatása, vezetése nélkül olyanok vagyunk, mint Zacchaeus. We are lost. Elveszettek. In verse number 10, Jesus said, I came to seek and to save that which is lost. És a 10. versben az áll, hogy Jézus azt mondja, azért jött az embernek fia, én azért jöttem,
megkeressem és megtartsam, ami elveszett. Being lost is a very difficult situation. Elveszettnek lenni egy nagyon nehéz helyzet. Being lost brings fear into our life. Elveszettekként tele van az életünk félelemmel. I can remember as a young boy several times getting lost and not knowing where my parents were. Emlékszem olyan alkalmakra, amikor gyerekként elvesztem és nem tudtam, hogy hol vannak a szüleim. And our heart would be gripped with fear. És tele volt a szívem félelemmel. Several years ago, I went to the country of Turkey. Néhány évvel ezelőtt Törökországban voltam. And we go there to talk with Muslims there about Christianity and Islam. Azért mentünk oda többen, hogy a iszlám vallásokkal, a muzulmánokkal beszéljünk, ami hitünket osszuk meg velük. And from the hotel, I was going to walk down the street and see if I could find someone to talk with. És elindultam a hotelből, hogy csak úgy, hogy lássam, találkozok-e valakivel, akivel el tudok beszélgetni. But I went too far. De túl messzire mentem. And I made too many turns. És túl sok kanyart vettem. And I realized when I looked around, I am lost. És amikor körbenéztem, akkor rájöttem, hogy el vagyok veszve. I am one Christian. Egyedül egy keresztény vagyok, egyedül vagyok keresztény. In a city of thousands of Muslims. Egy olyan városban, ahol tízezrek vannak, vagy ezrek vannak muszlimok. And I cannot speak the Turkish language. És nem tudok törökül. I am lost. El vagyok veszve. I began to sweat. Elkezdtem izzadni. I didn't know what to do. Nem tudtam, hogy mit tegyek. I started walking in hopes that I would see something that I could remember. Néztem körbe, hátra emlékszem bizonyos épületekre, ahol amiket láttam korábban is. But I was lost. De teljesen el voltam veszve. I was helpless. És segítség nélkül voltam. I was hopeless. És remény nélkül voltam. But then I saw a small bus. És akkor láttam egy kis buszt. And I knew that this bus would take people from place to place in the city. És tudtam, hogy ez a kis busz embereket vesz fel innen onnan és viszi őket a városba. And I went and knocked on the window. És odamentem és kopogtam az ablakon. And I said, help. És azt mondtam, hogy segíts. I am lost. El vagyok veszve. Can you help me? Tudsz segíteni? And they said, we don't understand. És mondtam, mutogattam, hogy nem értjük egymást. But I had a business card from the hotel where I was staying. De volt a zsebemben egy névjegykártya a hotelből. The hotel was called the Hotel Agape. A hotel neve az volt, hogy Agape. And I took the card and I showed him hotel, hotel. És elővettem a névjegykártyát és mutattam, hogy ez a hotel, ebbe a hotelbe kellene. Oh, yes, 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 come on. And they opened the bus. És akkor kinyitotta a buszt és hívott, mondta, integette, hogy szálljon be. And he took me back to the hotel. És visszavitt a hotelbe. And when I saw the hotel. És amikor megláttam a hotelt. My heart was very happy. Nagyon örültem. I am no longer lost. Nem vagyok többet elveszve. I have found my way. Megtaláltam az utamat. And all the people on the bus would come up and they would stand next to me and take a picture with me. They'd never seen an American before. És akkor az emberek közben jöttek a buszból és fényképeket készítettek velem. Nem láttak azelőtt még amerikait. Maybe you had never seen an American. Lehet, hogy ti sem láttatok még ezelőtt amerikait. I hope you are not disappointed. Remélem, hogy nem vagytok csalódva. But if you want to have your picture taken with me, we can do that for 4,000 lei right after the service. 4,000? We'll charge $4,000, Dad. 4,000 lei. De lehet, hogy Isten tisztelet után velem fényképet készíteni, ennek az ára $4,000. Have you been lost before? Voltatok már életetekben elveszve? Éreztétek így magatokat? There is an emptiness in our heart when we are lost. Mikor el vagyunk veszve, van egy üresség bennünk a szívünkben. But then Jesus said something to Zacchaeus that must have caused him great fear. Jesus said, come into your house and you probably made me. De Jézus akkor mondott valami nagyon fontosat Zacchaeusnak. He said, Zacchaeus, I am coming to your house. Azt mondta, hogy Zacchaeus, jövök a te házadba.
How would you feel if Jesus said he was coming to your house? Hogy éreznéd magad, ha Jézus azt mondaná, hogy jövök a te házadban? Would you go home and clean the house? Hamar előre sietnél és takarítanál egy kicsit? Pick up all the clothes off of the floor and off of the bed? A szétszóródott ruhákat hamar összegyűjtenéd? Sweep the floor? Felsepernél? Wash the windows? Ablakot mosnál? Vacuum all the dust away? Felpuszívózni mindent? Try to make it as clean as possible? Annyira tisztává tenni, varázsolni a házat, amennyire csak lehet. Put all of the dishes into the oven and shut the door? Betennéd az egész mosatlant a szekrénybe és hamar becsuknád. So Zacchaeus did not have this opportunity to get prepared for Jesus to come. Zacchaeusnak nem volt erre lehetősége, hogy hamar előre siessen és mindent elrendezzen. But the Bible tells us that Jesus came to his home. Azt olvassuk az igében, hogy Jézussal együtt ment haza. And somewhere between sitting in the sycamore tree and coming to his own home, Zacchaeus changed his mind and heart about Jesus. És útközben valahol a fa és az ő háza között, ezen az úton megváltozott Zacchaeusnak a gondolata, és a szíve megváltozott a Jézusról alkotott véleménye. Because the Bible tells us that Zacchaeus in the beginning wanted to see Jesus, but when Jesus came to his house, he didn't call him Jesus anymore, he called him Lord. Mert azt olvassuk a történet elején, hogy amikor ő felment a fára, azért ment oda, hogy lássa Jézust, de amikor az ő házába fogadta, amikor már együtt voltak benne a házba, akkor nem azt mondja neki, hogy Jézus, hanem azt mondja, hogy Uram. The word Lord is a very unique word in the Greek. És a görög nyelvben ez a szó, hogy Uram, ez egy nagyon egyedi, különleges szó. The Greek word is kurios. A görög szó úgy hangzik, kurios. It means master. Ami azt jelenti, hogy mester. It means owner. Azt jelenti, hogy úr tulajdonos. And when we make Jesus our Lord, when we make Jesus our Lord, he owns us. Amikor Jézus ami urunk lesz, akkor mi az ő tulajdona leszünk, és ő a tulajdonos. It means he becomes my master. Amikor ő a mi urunk lesz, akkor a mi mesterünké válik. He becomes my model. Ő a modellünké, a példánká lesz. He becomes the pattern for my life. Ő lesz a vezető az életünkben. Because Jesus said, it's not enough just to believe in your mind who I am. Mert Jézus azt mondja, hogy nem elég csak tudni, ami elménkben hinni, hogy kicsoda ő, nem elég tudni, hogy ki ő. You must believe in your heart that you want to give your life to me. Hanem kell az, hogy a szívünkben higgyünk benne és adjuk magunkat neki. It's the same thing that we represent in baptism. Erről az igazságról beszél a keresztség is, a bemerítés. Baptism symbolizes that we are dying to ourselves. Keresztség, bemerítés szimbolizálja, példázza azt, hogy mi meghalunk a bűnnek, meghalunk Krisztussal együtt. But when we are coming out of the water, it represents the new life that Jesus Christ brings to our life. És amikor kijövünk a vízből, akkor arról beszél, azt szimbolizálja ez a cselekedet, ez az aktus, hogy új életet nyerünk, új teremtések leszünk, tiszták, szentek. And just like Zacchaeus, I came to the place in my life where I wanted to make Jesus my Lord. És Zacchaeushoz hasonlóan az én életemben is eljött az a pillanat, amikor Jézus úrrá lett az életemben. I didn't know all the right words to say. I didn't know by knowledge all the right things that I should say to become a Christian. Nem tudtam mindent, ami ezzel jár, és hogy pontosan mit kell mondani. But I knew that I wanted to be a Christian father. De tudtam, hogy egy keresztény apa akarok lenni. I wanted to be a Christian husband. Akarok egy keresztény fér lenni. And I wanted to be a godly man.
és akarok egy Isten félő ember lenni. I was sick and tired of being a sinner. Meg voltam fáradva és bele voltam betegedve abba, hogy egy bűnös ember vagyok és az legyek. I was weary of being ashamed of my life and my actions. Meg voltam terhelve és szégyeltem magam mindazért, amit tettem az életben. I have tried many times on my own to be a better person. Sokszor megpróbáltam, hogy saját erőmből legyek egy jobb ember. But I could not change myself. De nem tudtam megváltoztatni magamat. And I asked Jesus to please come into my life. És kértem Jézust, hogy kérlek, jöjj az életembe. I said, Jesus, I don't know exactly what words I should say. Azt mondtam, hogy Jézus, nem, Úr Jézus, nem tudom pontosan, mit kéne mondjak. But I want to be a Christian. De akarok egy Krisztus követő keresztény lenni. I want you, Jesus, to forgive me of my sins. Kérem, akarom azt, hogy bocsáss meg a bűneimet. I believe what the Bible says about your power and authority to do that. És hiszek abban, amit az ige ír, hogy te ezt meg tudod tenni és meg akarod tenni, képes vagy rá. And I want to live my life to follow you. És úgy akarok élni, hogy követlek téged. And immediately, és azon nyomban rögtön, Christ changed my heart. Jézus megváltoztatta. I no longer had a desire for all of the evil and wicked things that I was doing. Többet nem volt vágyam arra, és nem okozott örömet az, hogy azt tegyem, amit azelőtt tettem. Jesus changed the way that I think. Megváltoztatta Jézus a gondolkodásomat. He changed the things that I was doing. Megváltoztatta a szokásaimat. He changed the way I was talking. Megváltoztatta a beszédemet. He changed everything. Megváltoztatott mindent. Jesus said, I make all things new. Jézus azt mondta, hogy mindent újjáteszek. He made all things new in my life. És ő így tett, mindent újjátett az én életemben. He removed the burden of sin. És elvette a bűnnek a terhét. And he erased the guilt and the shame. És eltörölte a bűntudatot és a szégyent. And he saved me. És megváltott, megmentett. And he claimed me as his own child. És megtisztított és gyermekévé fogadott. And I can say now you are my Lord. És mondhatom azt, hogy és mondhattam azt, és mondhatom azt, hogy most már ő az én Uram. I want to be obedient to God. Akarok neki engedelmes lenni. I want to follow God. Akarom őt követni. I want to serve God. Akarom őt szolgálni. And I hope that tonight you also know Jesus in your heart. És remélem, hogy ti is úgy vagytok itt, hogy tudjátok, ismeritek a szívetekben Jézust. If you are carrying this load of sin and this burden in your life, if you are carrying this load of sin, that is heavy. Hogyha cipelitek, hogyha hordjátok a bűn súlyát a vállatokon, then I beg of you to ask Jesus to come into your life. Akkor kérlek, könyörögve kérlek, hogy kérd Jézust, hogy szabadítson meg ettől. Remember, Jesus knows your name. Emlékezz, Jézus tudja a neved. Jesus knows where you are, right here tonight. Tudja azt, hogy hol vagy itt most ma este. He knows what is in our heart. Tudja, hogy mi van a szívünkben. And we can never do anything too bad that he would not say. És nem tehetünk soha olyan rosszat, nem lehetünk annyira rosszak, hogy ne tudjon könyörülni, ne tudjon megbocsátani. No matter what you have said. Nem számít, mit mondtál korábban. No matter what you have done. Nem számít, mit tettél korábban. No matter where you have been. Nem számít, hogy hol voltál. Jesus says, I died for you. Jézus azt mondja, én meghaltam érted. He took our place on the cross. Ő elfoglalta a mi helyünket a kereszten. He wore the crown of thorns that we should be wearing. Ő azt a tövis koronát viselte, amit nekünk kellene kellett. He bears the nail prints that should be in our hands. Azok a szegek voltak a kezében, ami a mi kezünkben. He shed the blood that should have been our blood. Az ő vére folyt ki, közben a miénk. He died. De helyette ő halt. He died the death that we should have died. Ő halt meg, pedig nekünk kellett volna meghalni. Ő helyettünk halt meg.
But he took our place. Ő elfoglalta a mi helyünket, vállalta. This is an amazing miracle. És ez egy felfoghatatlan csoda. Why would God love us enough to die for us? Miért szeretett? Hogy szeretett ennyire Jézus, hogy meghalt értünk? It's the kind of love that we're still learning how to love one another. És olyan ez a szeretet, amit mi csak tanulunk, még mindig csak tanulunk, hogyan kell így szeretni. It's an unconditional love. Egy feltétel nélküli szeretet. And when Jesus does his work of grace and salvation in our lives. Amikor Jézus elvégezte ezt a dicsőséges munkát, a megváltás munkáját, he makes everything new. Akkor mindent újjátett, és amikor elvégzi ezt az életünkben, akkor mindent újjátesz. Also in the book of Luke, there are three unique stories about things that were lost. Ugyancsak a Lukács evangéliumában van feljegyezve három egyedi történet, három történet arról, hogy valami elveszett. First there was a lost coin. Először van egy történet, ami egy elveszett drachmáról szól. What good is a coin that is lost? Mire jó egy elveszett drachma, egy pénz? What good is money that you cannot find? Mire jó egy olyan érme, egy olyan pénz, amit nem találsz? Maybe you had a $1,000 bill. Lehet van egy $1,000-osod. $1,000. And it's very valuable. Egy csekk, és ez nagyon értékes, ugye? But if you lose it, de ha elveszíted, it has no value at all. Többé nincs értéke. It cannot benefit you at all. Nem tudod használni. So how can God benefit us when we are lost? Hogyan, mire lehetünk hasznosak Istennek, ha el vagyunk veszve? How can we know the value of God's salvation if we remain lost? Hogyan tudhatjuk meg, hogy mit tett értünk Isten, hogy mennyire szeret minket, ha elveszettek maradunk? But there's also the story of a lost sheep. De van egy történet egy elveszett bárányról is. A man had 100 sheep. Egy embernek volt 100 juha, 100 and bárány. One of the sheep wandered off and became lost. De egy elcsavargott és elveszett. And the shepherd left the 99 sheep to go find the one sheep that was lost. És a pásztor otthagyta a 99-et és elment, hogy megkeresse azt az egy elveszettet. It's a picture of how Jesus is seeking those that are lost. Ez egy olyan kép, ami arról beszél, hogy Jézus hogyan jött megkeresni az elveszettet. He is following you and knocking on your heart's door that you might come to him. Ő jött és jön utánad és kopog az életed ajtaján és keres téged elveszettet. And he cares enough for the lost in your community. És ő törődik azokkal az elveszettekkel, akik a környezetükben élnek. That he is willing to seek them out and knock on their heart's door. Ő akarja őket is megkeresni és megtartani, kopogni az ő életük ajtaján is. And then there is the story of the lost son. És aztán van egy harmadik történet, egy elveszett fiúról. We all know the story of the prodigal son. Mindjárt ismerjük az elveszett fiú történetét. He said to his father, give me my money. Azt mondta az apjának, hogy add ki a pénzem. I'm living to go live the good life. I'm leaving to go live the good life. El akarok menni, élni az életet. I have heard about all the riches out in the world. Hallottam a világ gazdagságáról, akarok élni. I've heard of all the wonderful places. Hallottam csodálatos helyekről. And all of the things that a young person can do. És mindenről, amit egy magamfajta fiatal kipróbál. Give me my inheritance so I can go and live my own life. Add ki a rám eső részt az örökségből, és elmegyek élni az életem. It is a challenge from God to the young people that are here tonight. Van egy kihívás Istennek a most jelenlevő fiatalok felé. Things may look a lot different and a lot better somewhere else. Sokszor a világ, annak csábítása, a dolgok kint máshol, más helyen jobbaknak tűnnek. But we know that God has asked us to be content with what he has given us. De Isten azt mondja, hogy legyünk megelégedve azzal, amit ő adott nekünk. And that he would provide what we need. És ő gondot visel arról, ami a szükségünk. But there is that natural human part of us that sees the prosperity of the world.
De van bennünk mindnyájunkban egy ilyen emberi természet, hogy látjuk azt, ami jó, ami nem a miénk, másé, távol van, kint van a világban, és az jobbnak tűnik. And if we are not careful, our heart will begin to desire all the things that those that are rich have for themselves. És hogyha nem vagyunk figyelmesek, akkor észrevétlenül ami szívünk elkezd vonzódni és közeledni azokhoz a dolgok felé. This young man went out into the world and spent all of his money. Ez a fiatal ember, akiről olvasunk, a tékozló fiú, kiment a világba, elment otthonról, és eltékozolta a vagyonát. The Bible says he lived a riotous life, a sinful life. És azt mondja az ige, hogy ő egy ilyen kicsapongó, bűnös életet élt. And he finally ended up in the same pen with the hogs. És végül oda jutott ahhoz az edényhez, amiből a disznók is ettek. Have you ever been in a hog pen? Voltatok valaha ilyen, nem tudom pontosan, hogy mondják, ennél az edénynél, amiből a disznók laknároznak. It's not the nicest place in the world to be. Nem a legszebb hely a világon, ahol lenni lehet. It's nasty. Koszos. Stinks. Büdös. You know, yeah. Van, aki bólogat, úgyhogy lehet, hogy tudja. It's dirty. Milyen ez. Koszos, büdös. Nobody wants to live in a hog pen. Senki nem akar egy ilyen disznópajtában, vályoknál élni. But that's where this boy ended up. De ide jutott ez a tékozó fiú. But he began to think. De elkezdett gondolkodni. And he began to remember. És emlékezett. That his father had everything that a man could need provided at his home. Eszébe jutott az, emlékezett arra, hogy az ő atya házában mindene megvolt és mindene megvan az ottaniaknak. And he made a right decision in his mind and heart. És hozott egy jó döntést a elméjében, a szívében. The Bible says he repented of his sins. Repented. He decided to change his life. Eldöntötte, hogy változtat ezen az életmódon. I am going back home to my father. Eldöntötte ezt, és azt mondta, hogy hazamegyek az én atyám házához. And the Bible says that the father was sitting on the front porch of their home. És azt olvassuk az igében, hogy az atya a kapuban állt. And he was looking to see if his son would come back. És nézte, figyelte, hogy vajon jön-e a fia. God is watching us. És Isten néz minket. And when we drift away from him, és amikor eltávolodunk tőle, he is always waiting for us to come back. Mindig vár ránk. Jöjjünk vissza. And the Bible says the father came off of the porch and ran to where his son was. És azt olvassuk az igében, hogy az apa, amikor meglátta, akkor szaladt a fiához. And he embraced his son and hugged him. És amikor odaszaladt, akkor karjába vette, megölelte a fiát. His heart was filled with joy. És öröm volt a szívében. And he announced, we are going to have a great celebration. És azt mondta, hogy ünnepelni fogunk. Because my son who was lost, mert az én fiam, aki elveszett volt, has now been found. Most megtaláltatott. It's the same with you and I. És így vagyunk mi is. If we have become like the prodigal son, ha olyanok vagyunk, olyanok voltunk, mint a tékozló fiú. If we have desired the things of the world, hogyha az okozott örömet, ami a világban van. If we have left the straight and the narrow way, ha elhagytuk a keskeny utat, and we begin to wander out into the world, és elmentünk a világ útjain, Jesus continues to say, come home, come home. Jézus folyamatosan azt mondja, gyere haza. And confess our sin. És lehetőségünk van arra, hogy megbánjuk, megvalljuk a bűneinket. He will forgive us of our sin. És ő megbocsátja, eltörli a bűneinket. And cleanse us of all unrighteousness. És minden istentelenségből megtisztít minket.
I'm not sure what you may be feeling in your heart tonight. Nem tudom, hogy ki mit érez ma este az ő szívében. Maybe some of you have drifted away from God. Lehet, hogy vannak akik eltávolodtak Istentől. Maybe you have a forgotten some of the things that you have learned from God. Lehet, elfelejtettünk dolgokat, ígéreteket, amelyeket Isten mondott nekünk, adott nekünk. Maybe you feel as if you are not worthy for God to forgive you. Lehet, úgy érzed, hogy nem vagy méltó rá, hogy Isten megbocsásson neked. This is $20. Ez a $20. How many lay? Hány lej az? 128,000. Hát körülbelül 70-80 lej. Would anyone here like to have this $20? Szeretné valaki megkapni ezt a $20? Szeretné valaki? Okay. This gentleman would like to have $20. Okay. It's a nice looking $20 bill. Nagyon szépen néz ki ez a $20 bankjegy. There are no wrinkles. Nincs elszakadva. There are no scars or tears. Nincsen megrongálódva. Do you still want it? Még mindig kell. Does he still want it? Még mindig kell. I have to see. Na hát akkor nézzük meg. You see, this $20 bill is much like our life. Ez a $20 olyan, mint sokunk élete. Maybe at one time we had no scars. Volt idő, amikor nem volt megrongálódva az életünk. We had no wrinkles. Nem volt karcolás az életünkön. But maybe we drifted away from God. De eltávolodtunk Istentől. Maybe we lived a little while in the hog pen. És olyan életet éltünk, ami egy istentelen, nehéz élet volt. You see, this was worth $20. Ez itt egy, ez egy szép $20 volt. And I crumbled it up. És összegyűjtem. And I stopped. És megtapostam. And it's still worth $20. És még mindig $20 ér. You see, when the world crumbles you up. Amikor a világ összegyűr minket. And the devil stalks on you. És amikor a sátán így megtapos téged. You are still just as worthy to our heavenly Father. Az értékünk, ami mennyei atyánk szemében ugyan az. So remember that God can unfold us. És Isten kisimíthat minket. And he can take the wrinkles away. És eltávolíthatja a tűrődéseket, karcolásokat. And he can make us just like a brand new $20 bill. És olyanná tehet minket, mint egy $20. És értékessé tehet minket. És értékes az a $20, olyanná tehet Isten is minket értékessé. And it's a free gift from God. És ez egy ingyen ajándék is. Just as I gave a free gift to this man. Úgy, ahogy most adtam ezt az ingyen ajándékot. God has offered this free gift to you and me. És Isten így ad nekünk ingyen mindnyájunknak. Have you received this free gift? Elfogadtad ezt az ingyen ajándékot? Have you allowed the love of God to come into your life? Kérted, hogy jöjjön ez az ingyen ajándék, az Isten szeretete, Jézus Krisztus az életedben? God is asking, who would like to have this free gift? És Isten azt kérdi, hogy ki az, aki szeretné ezt az ingyen ajándékot? And it's worth much, much more than just $20. Amely sokkal, de sokkal többet ér, mint $20. Will you receive the gift of Jesus Christ in your heart? Akarod elfogadni ezt az ajándékot ma este, Jézus Krisztust? Ask and you shall receive. Azt mondja az ige, hogy kérjetek, és adatik. Not, and it shall be unto you.
zörgesetek és megnyitatik. And he said, seek and you shall find. Keressetek és találtok. See, Zacchaeus was seeking Jesus. Látjuk, Zákeus kereste Jézust. But Jesus found him. De Jézus volt az, aki megtalálta. And Jesus will find you tonight if you ask. És hogyha keresel, akkor Jézus megtalál téged is ma este. And if you are not a believer tonight, és hogyha úgy vagy itt, hogy nem vagy hívő, I would be more than glad to talk with you after the service. Nagyon örülnék, hogy beszélgessünk az Isten tisztelet után. And share with you how Jesus changed my life. És szeretném elmondani, megosztani, hogy hogyan változtatott meg engem. He put his love, he put his joy in my heart. Hogyan tette az ő szeretetét, az ő örömét a szívembe, életembe. And now I know I am his child. És most tudom, én az ő gyermeke vagyok. Let's pray. Imádkozzunk. Heavenly Father, mennyei Atyám!